Ismét megtelt élettel a pécsi Expo Center. A tavalyi sikeres Hungarian Imba Elite Tour után a HBPF szövetség kvalifikációs versenyét rendezték meg hétvégén. A szervező Balog Amanda neve nem ismeretlen a sportágban. A szentlőrinci versenyző mások mellett a Natural Olimpián egy ezüst és egy aranyérmet, továbbá a Miss Olympia címet is megszerezte. A HBPF szövetség, testépítő szövetségnek a verseny egy országos verseny, ami egyébként kvalifikációs verseny is az október 15-i hatalmas pénzdíjas Perfect Body Classicra, ami Budapesten kerül megrendezésre, valamint tehetségkutató kategóriákat indítottunk itt, mert a következő HBPF versenyen, ami május 28-án lesz, ott sajnos nem lesz tehetségkutató verseny. Én ennél sokkal-sokkal kevesebb nézőt vártam most, mert nagyon kevesebb induló volt most idén, mint ugye októberben megrendezésre kerülő IMBA versenyünkön, viszont felülemelkedte a várakozásomat teljesen. Tehát, és egyébként a versenyzők nagyon felkészültek úgy, hogy ez a szezon első versenye. A pécsi Szakács Team tagjai közül Fábián Zsanett plusz 30 modell kategóriában első, alacsony modell kategóriában második, a tehetségkutató versenyben pedig harmadik helyen végzett. Nagyon izgultam, megmondom őszintén, de nagyon jól éreztem magam a színpadon, és nagyon örülök ennek a harmadik helyezésnek. A szövetségek egymásra szervezték ugye a versenyeket, úgyhogy sajnos csak így alakult, hogy kettőre tudunk menni csapattal. Horváth Hajnalka megnyerte az újdonságnak számító Muscle Mom kategóriát. Kicsit furi volt, mert igazából ez egy teljesen új kategória. Úgy mondhatni, hogy én vagyok, aki most ezt így bedebütálja, és hát nem is volt rá rajtam kívül sajnos, most azt mondom, hogy másik induló, de jó volt azért kicsit belekóstolni egy új kategóriába, mondjuk annyi, hogy a pózolást mi sajnos nem ezt gyakoroltuk, az talán egy kicsit úgy nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy amit kellett, azt így megtettem. A Szakács Teamből Vágó Anita modell harmadik helyezett lett. Nagyon jó, hát a HBPF-nél azért mindig magas a színvonal. Amit nagyon-nagyon sajnálok, és mondtam is, hogy sajnos egy más szövetség versenye máshol van. Azért jobb lett volna, úgy erősebb lett volna a mezőny, hogyha ők is itt vannak. De hát ezzel kell megelégedni. Jövő szombaton megyünk Budapestre, ott lesz a VABBA. Az egy más szövetség, ott máshogy kell pózolni. Ott talán egy kicsit előtérbe kerülhetünk, mert általában az én lányaim kicsit szárazabbak, izmosabbak. Ott ezt jobban fogják értékelni. Úgyhogy várom nagyon-nagyon.